9 perc múlva lesz 8:30, már is folytatjuk a ma reggelt, és elkezdődik a felsőoktatásban is a tanév. 6000 hallgatóval kezdi meg az idei képzési évet a Matthias Corvinus Kollégium. Több új műhelye is indul, újabb külföldi vendégoktatók is érkeznek az immáron 26 éves intézménybe. Az MCC képzései és közéleti programjai már 24 helyszínen érhetőek el a Kárpát-medencében, és most az újdonságokról is megtudhatunk további információkat. Barna folytatja. Köszönöm szépen, Erdei Krisztián a vendégem, a Kollégium kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kedves nézők, megengedj tegeződnék, mert hosszú évekig kollégák voltunk, és olyan nehezemre ezt magát. Köszönöm szépen. Na, 96-ban indult a Kollégium. Egy évet vázoljunk már fel, hogy ez a mostani hallgatói létszám, ez a legnagyobb ez idáig? Igen, ez minden eddigi rekordot megdöntött. Ugye azért tudni kell a Matthias Corvinus Kollégium az MCC-ről, hogy egy ilyen hosszú fejlődési út áll mögötte, és úgy lassanként indultak be a különböző képzési programok. Először csak egyetemistáknak szóló képzés volt, aztán megkezdődött a középiskolás program, majd a fiatal tehetségprogram. De a 2020-as év az tulajdonképpen egy vízválasztó volt, hiszen akkor egy nagyon nagy fejlődésnek indult az MCC, és tulajdonképpen ennek a fejlődési útnak egy állomásához értünk most el. Egyébként minket is azért megdöbbentettek ezek a számok. Már a jelentkezésnél is, ugye, hogy többszörös túljelentkezés volt, mind az egyetemi programra, mind a fiatal tehetségprogramra, mind pedig a középiskolás programra. Tehát már akkor láttuk, hogy nagyon népszerűek vagyunk, és ennek nagyon is örülünk, hiszen akkor a legtehetségesebb diákokat tudják a kollégák kiválasztani, és így most megkezdődött a tanév a 6000 diákkal, ugye ebbe egyetemisták is benne vannak, középiskolások, általános iskolások, roma tehetségprogram, Vita Akadémia, közéleti vezetőképző, tehát most sorolhatnám tovább, de lehet, hogy az adásidő is kevés lenne. Tehát gyakorlatilag egy tehetségeket felkaroló, tehetségeket gondozó intézményről van szó, amikor a kollégiumról beszélünk, a Matthias Corvinus Kollégiumról, mely ugye általános iskola, felső tagozat, hát a főiskola, egyetem, és posztgraduális képzést is ad, mint egy kiegészítve a közoktatást. Így van ez úgy nagyjából? Úgy igen, jó héba összefogta. Igen, ebben az MCC tulajdonképpen egy teljesen egyedi, nem csak Magyarországon, hanem Európában, ugyanis nem kötődünk egy tudományághoz sem, vagy oktatási intézményhez, egyetemhez, tehát egy multidisziplináris, több tudományágat felülelő képzést nyújtunk minden képzési szinten. Abban is egyediek vagyunk, ugye, hogy ennyi korosztálynak nyújtunk tehetséggondozást. Tehát egyfajta életpályát is kínálunk a diákoknak azzal, hogy 10 évesen hozzánk kerülnek, elkezdik nálunk a tanulmányaikat, és ez folytatódhat egészen az egyetemig, az egyetem végéig, sőt, azon túlmenően is. És ugye fontos még tudni, hogy mi az oktatás, a hagyományos oktatás mellett tartjuk ezeket a képzéseket, tehát a fiatal tehetségprogramban is a diákok az általános iskola után, hétvégeken, az egyetemisták is az egyetemi óráikon túl azt követve jönnek az MCC-be, és ott kapják meg a képzéseket, különböző rendezvényeket, konferenciákat. Nem emelnék ki egyet sem, nehogy valaki sorrendiséget fedezzen fel benne, de ami engem nagyon megragadott, nyilván több minden, az, hogy vitakultúrát is tanítanak nálatok, de nagyon fontos. Régen a jogi egyetemen volt retorikai, hát ha valahol akkor ott beszélni kell, főleg a bíróság, a ügyféllel is, de a bíróság. Más szakmákban is, de fontos. Ez nagyon fontos a vitakultúra, érvelni kell. Elbeszélünk egymás mellett, mint a három nővér, nem? Érvelni, valami ilyesmiről van? Így van, a Vita Akadémia az erről szól, illetve különböző vita kultúrák, vita programok vannak, amelyet megtanulhatnak a diákok, és azok, akik csatlakoznak ehhez a képzéshez. Egyébként egy angol száz típusú, illetve arra alapozó azokat az eredményeket és módszereket felhasználó képzésről van szó. Tehát különböző vita módszereket is megtanulhatnak a diákok, megtanulnak érvelni, helytállni a szituációkban, és hogy igazán jól ki tudják fejteni a véleményüket. Melyik szakra jelentkeztek a legtöbben? Melyik képzésre? Most a legtöbben az úgynevezett junior programra jelentkeztek, az egyetemista programon belül, ugye itt zajlott le most a felvételi. Ez az egyetemi program első lépcsője, tehát aki tavaly, illetve most tavasszal érettségizett, az jelentkezhetett az úgynevezett junior programra. Ez egy évig tartó képzés, és itt egy tulajdonképpen egy ilyen tudományos koktélt kapnak a diákok, tehát tanulnak jogot, közgazdaságtant, médiaismereteket, egy olyan komplex tárgyakat, amelyek tényleg egy ilyen
több tudományágat felülelő képzésről van szó, és ezt követően indulnak az úgynevezett iskolaképzések, tehát akkor már szakosodhatnak a diákok, választhatnak történelmet, közgazdaságtant, médiaiskolát, jogi iskolát. Tehát így épül fel a hallgatóknak szóló programunk, amely nagyon népszerű, de hát a legtöbb hallgató az egyébként a középiskolás programban tanul. Ott folyamatosan lehet jelentkezni, tehát nincs korosztályhoz kötve, és ez egy tulajdonképpen egy e-learning alapú rendszer, ahol tanulhat. Ezt gondolom azért is jó, a középiskolások jelentkeznek, első-második osztály, még egy pályaorientációra is jó, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Régen volt a magyar televízióban az a műsor, hogy melyiket az 5000-ből, az 5000 szakma volt Magyarország, most már nyilván átalakult. Segít ezzel? Abszolút. És jogot tanulok, hát ez érdekes, mert más, az is érdekel. Na akkor mi leszek, ha nagy leszek? Abszolút, tehát segítjük a diákokat a pályaorientációban, a felkészülésben, hogy milyen szakot válasszanak, hogy az egyetemre is készüljenek, de emellett azt is fontosnak tartjuk, hogy olyan tantárgyakat vagy olyan készségeket is tanítsunk a diákoknak, amelyet a hagyományos oktatási keretek között nem tudnak megtanulni. Ilyen lehet például azért a médiaismeretekkel találkoznak középiskolában, de mégsem azon a szinten, amelyet például mi tudunk nyújtani nekik, vagy éppen jogi ismeretekről, vagy a fiatal tehetségprogramban arról, hogy ha bemegyek egy bankba és hitelt szeretnék felvenni, akkor mit jelent az a THM, vagy hogy számolják ezt ki? De a fiataloknak nyújtunk például robotikát is, vagy programozást is. Tehát tényleg egy nagyon komplex, és amit még azért kiemelnék az MCC-ben, az az, hogy rengeteg külföldi szaktekintély, professzor, egyetemi tanár tanít nálunk. Most éppen 15 külföldi szaktekintély csatlakozik az MCC-hez, most az őszi képzésben, az Egyesült Államoktól kezdve Kanadáig, tehát nagyon sok területről jönnek, nagyon neves szakemberek, hogy például néhányat emeljek ki, Andrew Loughland, Amerikából érkezik, vagy éppen Ács Zoltán, aki egy magyar származású, szintén amerikai, de visszatér hozzánk Peter Boghossian, amerikai filozófus is, aki szintén tart órákat az egyetemistáknak, és mindemellett rendszeresen, szinte heti rendszerességgel érkeznek külföldi előadók, a legnevesebb egyetemekről, kutatóintézetekből, akik szintén előadásokat tartanak, konferenciákon vesznek részt. Tegyük hozzá, hogy a képzés az ingyenes, amennyire. Ingyenes, igen. Meddig lehet oda járni? Tehát mondjuk én 56 éves fejjel, még nyilván posztgraduális képzésben, még én is mehetnék? Ennek a korosztálynak még nem indítottunk el képzéseket, de aki éppen egyetemre jár, vagy éppen, vagy éppen az egyetemet most fejezi be. Tényleg melyik a teteje a korosztálynak? Hát tulajdonképpen nem kötném ezt életkorhoz, tehát van például vezetőképző akadémiánk, ahol van egy intenzív egyéves képzés, erre is várjuk a jelentkezőket, aki már elvégezte az egyetemet, pályakezdő, és szeretne ilyen ismeretekkel is gazdagodni, de azért azt hozzátenném, hogy az MCC bárki számára nyitott, tehát tényleg rendszeresen tartunk rendezvényeket, könyvbemutatókat, vitaesteket. De könyveket is adtok, kiolvastam. Igen, a tavalyi évben 17 könyvet jelentetett meg az MCC, ebben az évben 70 könyv megjelenését tervezzük, és ezeket a könyveket mind be is mutatjuk. Egy nagyon érdekes és izgalmas eseményünk lesz szeptember végén, szeptember 30-án és október 1-én rendezzük meg az úgynevezett MCC Budapest Summitot, amely egy hatalmas nemzetközi konferencia, és most egy nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, amit mindenkit érint, ez pedig a háború gazdasági hatásai. Erről jönnek külföldről és hazai előadók is. Nagy Márton miniszter úr fogja megnyitni az eseményt. Mindenki számára nyitott, és tényleg nagyon izgalmas, a mindennapokra is ható kérdéseket is fognak feszegetni a szakemberek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.